Na itt a kert? Na itt a helikopter. Na itt az autó? Hát, ezzel csak diszkóba. És most biztos, hogy sokan kérdezitek, hogy lehet ekkora kert? Ekkora tóval? Sehogy! Azt mondják, hogy ha 30 évesen már nem fáj semmit, akkor meghaltál. Jelentem, élek. Ma lettem 30. Igazából ez így nem igaz. Ugyanis amikor ti ezt a videót néztek, akkor én már 30 leszek. Ma viszont, mivel ma még csak 17-e van, még a 20-as éveimet taposom. Illetve a 20-as éveimnek az utolsó napját taposom. Bazd meg, te szar. Szerintem kétféle ember létezik. Az egyik az, aki éli az életét. Míg a másik az, aki gyakorlatilag minden egyes újabb születésnapjával csak azt érzi, hogy egyre közelebb kerül a halálhoz. Hát én az előbbihez tartozom. Én az előbbihez tartozom. Ja. Javaslom nektek is, hogy éljétek az életeteket. Ne az legyen, hogy most csak egyik napról a másik, csak így telik az idő, aztán egy lófasz nincs, meg izé, csak így hesszeltek így. Hesszeljetek persze, de haladjatok is előre. És próbálok nektek ebben a videoblogban, illetve ebben a videoblog sorozatban majd abban segíteni, hogy tippeket adjak, ötleteket adjak abban, hogy is éljétek az életeteket. Hogy nehogy csak úgy elrobogjon mellettetek. Tudom, hogy ez eléggé közhely, de éljétek az életeteket. Éljétek meg az életeteket. Nem is olyan régen ellátogattunk Szilvásváradra a kedvesemmel. Ez az első rész, ez most erről fog nagyjából szólni. Mindenkinek ajánlom Szilvásváradot, főleg azoknak, akik szeretnének kicsit kiszabadulni a betondzsungelből, akik szeretnének kicsit nyugodt környezetben lenni. Nagyon sok embert látok hétköznap robotolni. A mókuskereket csak hajtják, és egyszerűen azt látom, hogy konkrétan tönkre mennek ebben a mókuskerékbe. Semmi értelme hosszú távon, mert baszhatod az életedet. Ha te is ebben a cipőben jársz, akkor mindenféleképpen javaslom neked Szilvásváradot. Önmagában Szilvásváradon olyan túl sok mindent nem fogsz tudni csinálni, viszont nagyon sok minden közel van. Értem itt ez alatt a természetet főleg. Nagyon sok szép hely van a környéken, Szilvásvárad környékén, és mindenféleképpen javaslom, hogy látogass el Szilvásváradról Fátyolvízesésig gyalog, véletlen se menj föl biciklivel, vagy autóval, ameddig tudsz, mert elveszed magadtól azt az élményt, amit mi is átéltünk, amikor fölgyalogoltunk egészen a Fátyolvízesésig. Konkrétan leírhatatlan az a nyugodt környezet, az a nyugodtság, amivel ott találkozol, ahhoz képest, mint amit mondjuk egy nagyvárosban, mint amit a munkahelyeden érzel. Nézzétek meg, és főleg hallgassátok meg, hogy milyen hangok vannak ott, mennyire nyugodt, egyszerűen, de nincsen rá szavak. Nézzétek. És hallgassátok. Itt áll ön. És ez azért nem jó, mert parkoló az ott van. Nem tudom, mennyire látszik. Ott a parkoló, mi ott voltunk. És ez azt jelenti, hogy a 0 kilométer, vagy 0 méternél vagyunk, itt áll ön, és mit láttunk meg 1300 méternél? Felső, bár nem látszik, de felső parkoló. Azaz,
még mehetünk volna 1300 métert arra. Hát nincs nagy tömeg. Miért olyan jó Szilvásváradra eljönni még? Mert itt is ugyanazokat a szarokat meg tudod venni, mint bárhol más. Nézd csak! Miért nem megyünk bobozni? Miért nem? Nem bobozni. És mindig ez van, bazd meg. Nem tudom, mennyire hallatszik, de ezt hallassátok? Kurva nyugtató, bazd meg. Mindenféle állat felbukkan itt az erdőbe. Komolyan. Ez véletlen. Úgy, mint a galamb. Belövi a távolságot itt. Tyú, tyú. Én nyakával, látod? Azt hiszem megvan, mire szabacsi. Tomi. Bambi! Bambi! Gyere! Bambi! Bambi! Azt képest, hogy itt vagyok tőle egy méterre, elég nyugodt. Pedig én azért kurva nagy vagyok. Ugye haver? Nem vagy te zabájá. Én mondjuk ilyen dögölhetek. Hogy milyen súlyhatár van itt? Itt nincs az a 130-as, mint amoda? Talán ez az egyetlen. Ah, kurványját. Az a baj, hogy tériszonyos vagyok. Elfejtetted mi? Hát szerintem ez itt elég is. Nem. Jobb azok le fogok esni. Jó eséllyel legalábbis. Na visszafele hogy? Jaj! Faljuk a kilométereket a Szalajka völgybe, majd éhen döglünk, és erre megmenekülünk! Kérem? Hagyjak! Köszönöm, hogy megnézted a videómat, iratkozz föl a csatornára, valahol itt lent, vagy talán ide föl is tudom majd rakni, olyan, én nem tudom.
illetve kövessen a Facebookon is, azt pedig a leírásban megtalálod, hogy hol tudod. Csúmi. Faszunk, hát ebben a szarba vezd meg.